Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A vértanúkra emlékeztek. 170 éve végezték ki Aradon a honvéd tiszteket. Támogatás a tehetségeknek. 34 diák nyerte el idén a Bai Zoltán ösztöndíjat. Összefogás az egészségért. A mellrák veszélyeire figyelmeztettek a gyulai rendezvényen. Könyv Kocsis Mihályról. A gyulai születésű sportvezető volt a tatai edzőtábor vezetője. Tragédia Kétsopronynál. Halálos közlekedési baleset történt szombaton a 44-es főúton. Ezek az emberek valamilyen csodát csináltak, és ez nem egy szomorú történet. Hangzott el vasárnap a honvéd tiszti emlékhelynél Gyulán. Idén van ugyanis a 170. évfordulója a 13 aradi vértanú kivégzésének. Az eseményen Rékasi Károly színművész, a ROL zenekar és a Magyar Katonai és Huszár Hagyományőrző Szövetség adott emlékműsort. Ez a nap híre. A Magyar Honvédség Szolnoki Helyőrségi Zenekara és az Erkel Ferenc Vegyes Kar közreműködésével csendült fel a himnusz október 6-án a honvéd tiszti emlékhelynél rendezett eseményen. Ezen a történelmi válaszúton gondolkodó emberként döntöttek, amit úgy gondoltak, hogy helyes, amivel lelkiismeretük egyet tudott érteni, amellett döntöttek. Csikány Tamás ezredes magával hozta az 1848-as császári királyi hadsereg sematizmusát, vagyis névtárát, mely több ezer császárhű személy névsorát tartalmazza. Emlékbeszédében arra kereste a választ, hogy miért pont ezt a 13 embert emeljük ki a több ezer katona közül, valamint milyen intézkedéseknek köszönhetően jutottak el odáig, hogy szerepet vállaltak az 1848-49-es szabadságharcban. Bár 1848 és 1850 között Aradon 16 honvéd tisztet végeztek ki, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban őket, az 1849. október 6-án kivégzett aradi honvéd tiszteket nevezi az aradi vértanúknak. Csikány Tamás felidézte azt is, hogy 1849-ben Hajnau tábornok volt az, aki meghatározta a kivégzések sorrendjét, így Vécsei Károly büntetését súlyosbította az, hogy végig kellett néznie összes társa kivégzését. Ez egy szomorú, igazságtalan, koncepciós per időszaka, amely miatt valóban nem csak Magyarország, hanem egész Európa le volt sújtva. Aradi vértanúkra emlékezve én úgy gondolom, hogy a válaszút és az ő választásuk a legfontosabb. Szerencsés nemzedék az enyém is, és az utánam következő nemzedékek is, hiszen amióta én élek itt Magyarországon, nincsen háború. Nagyon bízunk benne, hogy nem is lesz. Katonák itt előttem azért állnak, hogy ne is legyen. Hozzátette, a mai ember számára is példaértékű lehet a 170 évvel ezelőtt mártír halált halt vértanúk döntése, hiszen kiálltak az elveik mellett. A jelen társadalmának pedig azon kell munkálkodnia, hogy ne kerüljünk még egyszer hasonló döntéshelyzetbe. S ha lelked az Istennel találkozott, utadban minden kő áldást hozott. Prohászka Ottokárkő az úton című versét szavalta el Rékasi Károly színművész. Őt a ROL zenekar előadása követte, megidézve a mártírok emlékét. A verses zenés műsorban a Magyar Katonai és Huszár Hagyományőrző Szövetség is közreműködött. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit. Négy diák vehette át 2019-ben a Bai Zoltán ösztöndíjat. Az önkormányzat 5 évvel ezelőtt hirdette meg először a pályázati lehetőséget a gyulán tanuló vagy gyulai diákok számára. Az ösztöndíj a középiskolások számára 9000, a felsőfokú tanulmányait végző hallgatók számára 13000 forintos támogatást jelent. A közösség nevében megfogalmazhatjuk ezen ösztöndíj átadásával is a város polgárainak nagyra becsülését,
a város legtehetségesebb diákjai iránt. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte azt a 34 gyulai vagy gyulán tanuló diákot, akik Bai Zoltán ösztöndíjat vehettek át a polgármesteri hivatal dísztermében. A legkiválóbb közép- és a főiskolás tanulókat már 5. éve támogatja az önkormányzat a legjobb tanulók számára kiírt pályázattal. Az ösztöndíj nem csak a városban tanuló fiatalok számára népszerű lehetőség, hiszen a más városban tanuló, ugyanakkor gyulai egyetemisták közül is sokan pályáztak. A Karácsony János Katolikus Gimnáziumban tanultam itt Gyulán, most pedig a Szegedi Tudomány Egyetemen vagyok a biológia szakon, és hogyha minden jól sikerül, akkor viszont genetikusként szeretném majd tovább dolgozni. Az ösztöndíj célja az is, hogy erősítse a fiatalok városhoz való kötődését. Ez az ösztöndíj segít nekem abban, hogy ugye a jogosítványnak tudjam szerezni, támogatást nyújt a szüleimnek, illetve a nyelvvizsgámnak is egy alapot tud nyújtani, és ugye ezáltal a pénz által lehet meg majd később a német felsőfokú nyelvvizsgám. Emellett a terveim a jövőre nézve Szegedre szeretnék menni a jogi karra, és ugye ez a pénz segítséget nyújtana az albérletben, illetve a tandíjamnak a finanszírozásában. A pályázati kiírásban foglaltak szerint eredetileg 10-10 középiskolás és felső oktatásban tanuló diák nyerheti el az ösztöndíjat. Ezt a keretet azonban, ahogy tavaly is, megemelte az önkormányzat, így vehették át a díjat idén 34-en. Ösztöndíj programokkal segítjük a tehetséges fiatalokat és a szociálisan rászorultakat egyaránt, hiszen Burza Hungarika ösztöndíj programnak is részese városunk, amely szociális alapon támogatja a felsőoktatási hallgatókat. Kifejezetten a tehetséggondozás a célja, a legtehetségesebbek támogatása a Bai Zoltán ösztöndíj programnak, amely önkormányzati kezdeményezés alapján indult, és emellett még egy Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjunk is van, amellyel kifejezetten a művészetoktatásban tanulókat támogatjuk, így segítjük a tehetséggondozásokat. A Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíj révén a sikeresen pályázó középiskolás tanulók havonta 9000, a felsőoktatásban tanulók pedig havi 13000 forintban részesülnek. Az Összefogás az egészségért síta, mert rák ellen figyelem felhívó rendezvényen több szakmai programmal várták az érdeklődőket. Az esemény legfőbb célja, hogy népszerűsítsék a megelőzés segítő szűréseket, amelyek közül a Hidi Séta az egyik legjelentősebb program. Immár 8. alkalommal rendezték meg a napokban a Hidi Sétát. Az Összefogás az egészségért síta a Merrák ellen elnevezésű rendezvénynek idén a Vigadó adott otthont. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, a figyelemfelhívó esemény sokaknak segíthet. Hozzátette, 2018-ban nem sokkal többen haltak meg daganatos betegségben Magyarországon, mint amekkora Gyula lakossága. A daganatos megbetegedéseknek a tudomány mai állása szerint alapvetően 9 oka van, és ebből a 9 okból csak egyetlen egy, a genetikai meghatározottság az, amely ellen egyelőre nem tudunk mit tenni. Az összes többi olyan tényezők csoportja, amelyek kapcsán van teendőnk, tehetünk az egészségünkért. Az egyik ilyen egyébként a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Ez a program felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére, az önvizsgálat fontosságára, arra, hogy a daganatos megbetegedések megelőzésében az egyénnek is fontos szerepe van. Az esemény legfőbb célja, hogy népszerűsítsék a megelőzés segítő szűréseket, amelyek közül a Hidi Séta az egyik legjelentősebb program. Évek hosszú sora óta csináljuk ezt a rendezvényt. Nyilván az a cél, hogy minél arra szeretnénk nagyban felhívni a figyelmet, hogy elmenjenek az emberek a megelőzés fontosságára, hogy elmenjenek a szűrésre. Ennek a jegyében zajlik minden áldott évben ez a Hidi Séta rendezvényünk. Imár tényleg szép hagyományokkal bekapcsolódik mindig a gyulai önkormányzat is ebben, illetve most jelen pillanatban bekapcsolódott az EFI iroda Gyulán, ők is résztvevői minden áldott évben, hiszen szűréseket végeznek ezen a rendezvényen. Tehát az a cél ennek a rendezvénynek, hogy felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos a megelőzés, mennyire fontosak a szűrések. Az Összefogás az egészségért síta a Merrák ellen figyelemfelhívó rendezvényen több szakmai programmal várták az érdeklődőket. Az idei téma a helyes, egészséges táplálkozás volt, mellyel elkerülhetjük az esetleges betegségeket. A szakmai programok között szerepelt Szabó János, amit a Merrákról tudni kellene című előadása. A jelenlegi helyzet az elég sok félelmet és
hát problémát okoz a hölgyeknek, hiszen a nő, a női mell, az a nők éke. Ez az egész világon más és más az előfordulási gyakorisága a rossz indulatúnak nevezett folyamatoknak. Így például a kevésbé kultúrált környezetben nem annyira gyakori, még nem az európai, illetőleg hát a fehér ember lakta területeken jóval több a emlőrák. A Kossuth téri szökőkút vize ismét rózsaszín volt a merrák elleni küzdelem tiszteletére. A gyulai gyökerekkel bíró sportvezető Kocsis Mihály életéről szól fia, Kocsis El Mihály kötete. A művet a Gyulai Könyvtárban mutatták be, Fábián István újságíró közreműködésével. Édesapjáról, a sportvezető, testnevelő tanár Kocsis Mihályról szóló könyvét mutatta be Gyulán Kocsis El Mihály az Országos Könyvtári Napok egyik fürdővárosi programján. A szerzővel Fábián István újságíró beszélgetett. Az eseményen Kocsis El Mihály úgy fogalmazott, ez a könyv tulajdonképpen az ő születése, vagyis 76 éve készült gyulai származású édesapjáról. Ő a alapító igazgatója a központi sportiskolának, akkor a nagy nyári táborozásokat azokat ide szervezték meg, úgyhogy az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy milyen kellemes szimbiózis alakult ki. A későbbi világhírű nagy sportolók, mint Hargitay, Sós Csaba, Berasztor Zoli, a vízilabdázók, jégkorongozók és a város között. Remélem, hogy jó emlékeket őriznek a gyerekekről, mert a gyerekek már igencsak megöregedve, ők igencsak jó emlékeket őriznek a városról. Kocsis Mihály 1937-ben a testnevelési főiskolán szerzett testnevelő tanári oklevelet, 1938-tól 1944-ig a Weiss Manfred TK vízisport szakosztályát vezette. Ő a vállalati sport magyarországi megalapítója. Vállalati sport munkás testedzés címmel könyvet is írt. Érdekes módon a háború után emiatt a könyv miatt őt népbíróság elé állították, mint háborús és népellenes büntet. Elkövetéjét, és aztán persze fölmentették. Érdekessége a dolognak és a mai akkori korra jellemző, hogy miközben még másodfokon folyt ez a per, ő akkor már a londoni olimpiai csapatnak az egyik vezetőjeként éppen Londonban dolgozott kint a háború utáni első olimpián, ami emlékezetes módon nem csak megismételte a berlini nagy olimpiai siker, de még fölül is múlt a pontszámokat és érmeket tekintve. Az 1910-ben született és 1985-ben elhunyt Kocsis Mihály fél évszázadon át szolgálta a magyar sportot. 1955-től ő volt a tatai edzőtábor igazgatója, majd 63-tól 71-ig a központi sportiskola vezetője, a korosztályos utánpótlás rendszer hazai kidolgozója, később pedig a testnevelési és sportmúzeum főmunkatársa. Halálos közlekedési baleset történt szombaton a 44-es számú főút Békés Csaba és Késsoprony közötti szakaszán. Egy személygépkocsi hátulról nekiütközött egy traktor pótkocsijának. A balesetben az autót vezető férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset okát és körülményeit a Békés Csabai rendőrkapitányság vizsgálja. A nemrég Békés megyében is elindított munkaerőpiaci reformprogram segítségével 3 hónap alatt eddig 1300-an kaptak munkát. Rövid hírek következnek. A Békés megyei kereskedelmi és iparkamara kihelyezett elnökségi ülésének ez alkalommal a gyulai Royal nyomda adott otthont. Békés megye könnyen a nyomdaipar fellegvárává válhat, így kezdte az ülést Orosz Tivadar, a megyei kamara elnöke. Ezért is esett a választás a gyulai cégre az októberi ülés során. Az elnöki köszöntő után Balogh Miklós ügyvezető tulajdonos mutatta be röviden a javarészt tekercses öntöpadó címkét és csomagoló eszközgyártó céget. Békés megye munkaerőpiaci helyzetéről Pántya Imre, a Békés megyei kormányhivatal főosztályvezetője beszélt. A munkaerőhiány kezelése érdekében nemrég elindított munkaerőpiaci reformprogram révén más térségekben eddig összesen több mint 21 000 embert közvetítettek ki a versenyszférába.
Békésben 2-3 hónap alatt közel 1300-an találtak így munkát. A Royal Nyomda tanács termében beszéltek a szakképzési rendszer átalakításáról is. Erről korábban már a Gyula TV 3 téma című műsorában is szó esett. A reformprogram jelentős változásokat hoz majd az OKS képzésekben, illetve bővül a kizárólag iskolarendszerben megszerezhető szakmák száma is. A fogyasztóvédelmi békéltető testületek mandátuma 2019. december 31-jel megszűnik. Magától értetődően új békeltető testület alakul a jövőben. A különböző jogszabályváltozások miatt azonban ez idén másképp történik. Orosz Tivadar, a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke a fogyasztóvédelmi testület tagi és elnöki pályázatainak rangsorolásáról beszélt. A kihelyezett elnökségi ülésen szó esett még a kamara pénzügyi helyzetéről. Ezen belül a tagdíjfizetési és hozzájárulási díjbefizetési morált vizsgálták. A tanácskozás során üzemlátogatást is szerveztek az elnökségi tagok számára a Royal Nyomdában. Ismét olyan szerencsések vagyunk, hogy pozitív gesztussal gyarapíthatjuk az iskolánk sportszereit, méghozzá 2 millió forint értékben. Ceglédiné Gurzó Mária igazgató jelentette be péntek délelőtt, hogy újabb forrásokhoz jutott a gyulai román iskola a miniszterelnökség jóvoltából. Az intézmény ezúttal 2 millió forintot nyert sportszerek beszerzésére. A köznevelés az értékek megőrzésének fontos pillére, mondta Görgényi Ernő polgármester, aki hangsúlyozta, a gyulai román iskola sikere az egész város sikere. Amikor ebbe az iskolába járt, tornaterem sem volt, egy salakos pályán zajlottak a foglalkozások. Emlékeztetett Kreszta Traján, az országgyűlés első román nemzetiségi szószólója. Kiemelte, az itt élő nemzetiségek egyre bővülő forrásokban részesülnek. Eseményen az iskola diákjai adtak műsort. Bűnös volt-e az elítélt, vagy ártatlan? Hogyha bűnös volt, akkor miért töri magát a szent ember, hogy azt a csirkefogót mégis megmentse? Elsőként Halmágyi Miklós levéltáros, Életmentő Szentek, Fizikai Erőszak és Lelki Erő című előadását hallhatták a kutatók éjszakája alkalmából a levéltárba látogatók. Ebben az évben a bűn, büntetés és kegyelem témák köré összpontosult a három előadás. Halmágyi Miklós például visszanyúlt egészen az első ezredfordulóig, ahol olyan történeteket, legendákat vizsgált, melyekben a barbár támadók váratlanul tiszteletet nyilvánítanak egy olyan szentembernek, aki számukra idegen vallást képvisel. De szó esett olyan szövegekről is, melyekben a bűnöst felmentik a halálbüntetés terhe alól. A kutatók éjszakáján Balogh Dorottya főlevéltáros az 1907-ben történt dánosi rablógyilkosság helyi vonatkozásairól számolt be. Héja Julianna Erika főlevéltáros pedig a 19. századi megyei kisnemesi bűnözésről és imposztorokról tartott előadást. Erdész Ádám igazgató elárulta. Az országos rendezvénysorozat remek lehetőséget biztosít a publikum számára, hogy betekintsenek az intézmény mindennapjaiba, illetve az ott dolgozó kutatók munkájába. A levéltár kutatói legközelebb október 11-én adnak elő a Mozaikok az adózás és adóelkerülés történetéből Magyarországon című konferencián a Városháza dísztermében. 1842-től 1875-ig újkígyóson volt, kezdetben újkígyósi káplán, majd egyházjogi értelemben továbbra is újkígyósi káplánként a Benkeinek udvari káplánja. Göndöcs Benedek gyulai apát plébános kígyósi gyökereit is szóba hozta Harangozó Imre az Országos Könyvtári Napok fürdővárosi nyitó rendezvényén. Az újkígyósi néprajzkutató népmese és néphagyomány a magyar közösségekben címmel tartott előadást a könyvtárban, ezen belül pedig fontos szerepet kapott a szűke pátriájában újkígyóson gyűjtött népmese, mely a vasfejű farkasról szól. A mesékről is elmondhatjuk, amit Kodály Zoltán mondott a népdalokról, vagyis hogy nincs eredeti szövegük, mint egy szép irodalmi alkotásnak, hanem különböző változatokban élnek. Egy ilyen változatra bukkantak rá a kisvárosban. A történet különlegessége, hogy mindez akkor történt, miután az adatközlő már 4 évtizede halott volt. A 70-es években egy hölgy a dédnagymamájának hangját vette fel magnóra, és megtalálta a kazettát. Az Országos Könyvtári Napok gyulai programjai jövő hétfőig tartanak.
többen kerékpárra szálltak az elmúlt hétvégén Gyulaváriban, hogy így emlékezzenek a 4 éve elhunyt Brumár Mihályra. A barátok és a családtagok mellett a sporták kedvelői, képviselői egy 2,8 kilométeres tiszteletkörrel nyitották meg a rendezvényt. Gyula messzeföldön híres arról, hogy nagy becsben tartja értékeit. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, Gyula az értékek megőrzésében az élen jár. A hagyományok ápolása és éltetése a város egyik jellegzetessége. A hagyományteremtő céllal életre hívott Brumár Mihály kerékpáros emlékversenyen megjelentek azok is, akik az egykori kerékpáros tanítványai voltak. Napjainkban pedig bicikliboltot üzemeltetnek. Brumár Mihály egyfajta példaképnek számított Gyulán. Városi, megyei és országos szinten is ért el szép eredményeket. A kerékpározása a nyugdíjba vonulása után sem hagyott fel. Rengeteg túrán vett részt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. A szerencsejátékosok jelentős részét hazánkban is a sportfogadók teszik ki. Egyes felmérések szerint egyre több a női játékos is. Sportfogadásra online és az egyes fogadóirodákban is lehetőségünk van. Ön kockáztatna kedvenc csapatáért? Nem szoktam. Valamilyen szerencsejáték szokott? Egy évben egyszer-kétszer. És mi az akkor? Ezek ilyen sorsjegyek. Sorsjegyeket csak. Sportot egyébként szereti? Igen. De azért fogadni nem szokott rá? Nem szoktam. Nem szoktam. Egyébként azon kívül szerencsejáték, az megy? Hát ez nem megy, mert én vasazok, rezezek, mindent csinálok. A sport az nem megy nekem. A sportfogadással nem lottozok, ötösön és hatosan. Minden héten olyan 3000 forint értékben. Sportot egyébként szereti? Nagyon szeretem a futballt. De akkor odáig nem fajul a szeretet, hogy fogadjon is el. Csináltam egy tottót, valamikor még dolgoztunk, és volt egy 12-esem. Előtte lévő szombaton volt a húzás, akkor volt 120 valahány ezer forint, amikor a miénk volt, akkor nem volt csak 21 ezer. Úgyhogy azóta nem tottozok, nem csinálom a tottonixet. Ritka vöröskányát figyeltek meg a napokban. Lapszemle következik. Átadták a Caritas Hungarica díjakat. Idén 39 önkéntes részesült az elismerésben, írta a Magyar Kurír. A világot nekünk, keresztényeknek kell jobbá tennünk, hangzott el a hétvégi ünnepségem. Felújított dombormű. Darányi István kőszobrász kivitelezésében felújították az egykori polgári leányiskola bejárata melletti fali domborművet Békésen. A Békési Újság arról számolt be, hogy az eredetileg műkő dombormű hiányzó részeit mészkővel pótolták, és az egészet restaurálták. Egy szív, egy lélek. Családi napot rendeztek a katolikus óvodában, írta az Orosz Café. A résztvevőket családi ügyességi játékokkal és pónilovaglással várták. Ritka madár jelent meg a térségben. A napokban két alkalommal is megfigyeltek egy nagyon ritkának számító vöröskányát a Csanádi pusztákon, írta a kmnp.hu. A délalföldi tájakon legfeljebb az őszi-téli időszakban bukkan fel egy-egy kóborló példány. Kett hajnalban már fagypont közelében alakul a levegő hőmérséklete. Szerdán újra melegebb lesz, de csütörtökön hidegfront érkezhet, akár jelentős csapadékkal. Hidegnek ígérkezik a kedd reggel. Napközben viszont többször kisüt a nap. A hőmérséklet az éjszakai 0 fokról délutánra 14 fokig emelkedik. Szerdán melegszik az idő, de késő estére már megérkezhet a hideg front. A hőmérséklet 4 és 19 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. A vértanúkra emlékeztek. 170 éve végezték ki Aradon a honvéd tiszteket. Támogatás a tehetségeknek. 34 diák nyerte el idén a Bai Zoltán ösztöndíjat. Összefogás az egészségért. A mellrák veszélyeire figyelmeztettek a gyulai rendezvényen. Könyv Kocsis Mihályról. A gyulai születésű sportvezető volt a tatai edzőtábor vezetője. Tragédia Kétsopronynál. Halálos közlekedési baleset történt szombaton a 44-es főúton. Ez volt a Gyula TV híradója, most a Spiritus következik. Majd a VOSZ gyulai Prima gálájáról adunk összefoglalót. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!